Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Szeretném bemutatni, de mit kell bemutatnom Görögi Bolyát, aki elfogadta másodszor a meghívásunkat. Amit tudni, hogy amikor tavaly itt volt nálunk először, és meghallgattuk az előadását, amit csak el akar mondani, hogy rögzítettük a, fel, a az előadást, és körülbelül a csatornánkon 9000-re nézték meg egy év alatt, tehát nekünk egy Adi, nagyon, nagyobb nagy szám, a mi népszerűségünket növeli. Attól félek, hogy kibázok itt a protokoll szakember valami olyan hülyeséget mondok, amit nem illik mondjuk ennyi ember előtt, meg nem úgy kell mondani. meg maga Nem, maga van itt, nyugodtan. Nem úgy kell állni, meg nem úgy kell valamit csinálni. tehát Én nem is akarom tovább húzni a szót, hanem átadnám a Ibolyának, és tartsa meg ezt a szónályt protokolladást. Köszönöm szépen. Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Többen itt voltak a múltkor is, úgy látom az arcokról. Azoknak mondom, hogy lehet, hogy lesz egy kevés ismétlés az elején, de azért át fogunk térni erre az home office-os online-os dologra, mert az életünk borzasztóan megváltozott. Ugye a pandémia ránk szakadt, és az, az egész az akkori kialakult szokások valahogy tovább nyújtózkodtak, és tovább is élnek, és egyre többen otthonról dolgoznak, Skype-on, Skype-on ugye unokákkal, Londonból, tehát minden összejön, tehát egész más, más lett a világunk. És ehhez szeretnék én egy-két tanácsot adni. Mondom azzal, hogy az elején lehet, hogy lesz ismétlés, de az újaknak ugye minden új, tehát azzal kezdeném. Tudják, hogy az én, eh, eh, hogy mondjam, az én heppem, ez az európai ság, és én borzasztóan nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez, ez fog győzedelmeskedni, mert ma az egész világon minden ez az a laza, legyél laza, mint a rigalánc, az, az a laza, laza megy de azért a belső hangunk az mindig tudja, hogyha valaki valamit nem jól csinál. Tehát valahol a belső értékrendünk az akkor is megmarad, ha még magunk is rosszul csináljuk. És erre az laza-laza nyugati világ, nem nyugati, laza világ szemléletre, ez a rágógumi emlékeznek, már elmondtam, mennyire utálom. Mert ugye azt mondják, hogy pH értéke, pH, értéke van, meg tisztítsa. Két csével de az európaiság meg nem visel már azt, mondja, hogy az a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. a ne beszél gyerekem. Szerencsérem az amerikai filmekben is csak a legalja rágózik. Ez az ilyen nagyon utca embere. Hál' Istennek, hogy már lassan azért az emberek rájönnek arra, hogy ez fogbosás helyett rendben van, de egész nap rágni nincsen rendben. A, 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 tehát az európaiság, és ebben az a nagyon jó, hogy az európaiság azt mondja, hogy a befogadó kultúrát kell tisztelnem, aki majd megy ki nyugatra is dolgozni, vagy bárhova a világban, most a fiataloknak kinyílt a világ, azokkal a szokásrendekkel tisztában kell lennie, mert, mert akkor fogadják őket be, ha nem fogadják be, akkor nem lesz sikeres. Tehát én azt mondom, hogy az európaiság az, az mindig nyerő lehet. És az, hogy otthon is ütemesen, az azért írtam ide föl, mert hogy online-ról beszélünk, többnyire otthon dolgozás, home office dolgokról beszélünk, mikor az egész pandémia kitört, nagyon sokan kerestek meg, hogy úgy szétesik az életük, úgy semmire nem marad idő. Mert ugye az, hogy reggel föl, bement dolgozni, hazament utána, és most szétesik. mondom, ez, ez fejbe dől el, ugye minden fejbedő el kivéve a létre. Az embernek saját magának kell eldönteni, ugyanúgy föl kell kelni reggel, megmosakodni, fölöltözni, és az utána elkezdeni dolgozni. És az ütemezés az borzasztóan fontos, ugyanolyan fontos, mint amit szintén sokszor hangoztatok, ez a pozitív életszemlélet, a pozitív hozzáállás, a pozitív az kifejezés. Ki szereti ez a milyen szomszédasszonyt, ezt a ilyet? Senki. Szerencsétlen az is így az a szánalommal neki ma jobb lesz, de nem lesz jobb, mert az ember elmenekül tőle. Tehát nem éri meg az, hogy panaszkodni, a pozitív az kifejezés. És hogy ugye nem minden nap ébredünk föl, hogy, úgy, hogy szerda van, boldogságban, de hogy akkor is az van, és én el mindig mondom, hogy ez megint csak tőlünk függ, hogy hogy, hogy ilyen napon van, vagy ilyen napon van, ezt én döntöm el. A Bármilyen nehézségekre kell szembenézni, hogyha én úgy állok hozzá, hogy úgyis egyszer megoldódik, semmi nem marad úgy, akkor neki kell lendülni. És a pozitív élet ugye hát ez nem a home office mert otthon én sem sminkelek, de a lányoknak a csodaszer, ugye az a, a krémpúder, az szépen lassan mindent befed, és kisimul az arc, nem úgy, mint én reggel hatkor a tükörben... Szóval ezzel le lehet tenni. A férfiaknál meg ugye, hogy a megborotválkozás. Tudom, hogy most ez az arcorzat most a divat, én ezt műborostának hívom, mert ez nem borostássá válik, hanem, hanem, úgy nyírja vissza, nem én nem vágja lenne, mindegy. És ugye ez a műborosta, ez egy ilyen korszellem, hogy ez az ilyen latin szerető, hogy olyan éjszakán volt, hogy nem volt idő megborotválkozni, én egy ilyet meglátok, mindjárt az aranykarláncot keresem, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Akinek meg ugye a divat miatt van, hát az legalább lássam, hogy az formája, hogy ápolja, és nem nyúl a szőr a derekáig is. Vagy arcőzet, hogy rendben van. Na milyen szerrendben van a magája és mert szépen ápolva van, és nem pedig úgy elvadulva. Hát meg amit el szoktam még mondani, mert nem bírom megállni, ott fönn ezek, már látjuk őket, vagy 30 éve, ugyanazokat. És a férfiak, hogy öregszenek, ezt Kállai Ferenc mondta, hogy a férfiak fejre híznak, olyan kammacska fejük lesz, és hogy bekammacskásodik, hogy ne, engel, ne lássuk rá, engedi a borosát. az meg a őszülő kupasos rabácsalonna, szóval nem. Tehát az ápoltság. És az otthon is kell. Nem lehet otthon is, hogy piromába, ah, mi lesz itt a, a munka, mert az olyan is lesz. Ugyanúgy hozzá kell. Tehát lezuhanyozni, nyilván hát büdös ember az eu nem kap vízumot, van, nyilván nem angol kis kosztümben, meg, meg öltönybe, de van nyire, valamennyire rendben van otthon is magam, és úgy ülök le dolgozni. Pláne, és nem csak azért, hogy majd videóban látnak -e engem, hanem magam miatt, mert én is másképp dolgozom, hogyha úgy hozzákezdek. Na, most akkor leülünk dolgozni. Ha meg videó kapcsolatban is nagyon sokan, ugye Skype-on meg egyáltalán <laughs> vannak ezek a szavak, készen nagyon ismerem mindezt, szóval amikor látszik is, akkor nagyon kell tudni, hogy mit árulok el magamról. Erről sokat fogok már beszélni, hogy mi az a kép, amit rólam látnak ott a képernyőn, és erre remek példa ez. Szerintem ez vagy bankár, vagy biztosítási ügynök, tehát látszik, hogy egy ilyen tanult ember, aki engem ügyvéd, csak, mert ugye csak innentől látszik. És a lányoknál ugyanúgy hozzá kell megfésülködve, tehát rendesen kell leülni. Na most egy kicsit visszamenjünk, ismétlés jelleggel ugyan, de talán még mindig él, hogy a, mi alakult ki a pandémia kapcsán. Ugye annak idején hogy egy hétfői nap kitört, hogy nincs készfogás. Hétfő, És azon a héten volt az EU csúcs, és direkt néztem, hogy a na, nagyok mit csinálnak, és Merkel asszony ment körbe kezet fogni, és az egyik férfi meg úgy így csinált, és akkor kapcsolt, hogy nem szabad. És akkor kezdték először ezt a, lábösszeügeti... a lábösszeütögetést, tudják, ez a, hol van már ez a lábösszeütögetés, de szerintem ők is megbillenhettek, mert abba hagyták. Aztán jött ez a könyök, ez a könyök puszi, így a könyök puszi, de én őszintén megmondom, embert nem láttam, aki ilyen röhögne föl. Ez a, <laughs> van egy ilyen humoros dolog benne. Én azt mondom, hogy nem. Ami az én helpem, és szerintem a kapcsolatfelvétel elementáris része, az a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Anyukánk hányszor mondta, hogy néz rám, ha beszélek hozzá. És akkor nem így kellett, hanem rá kellett fordulni a felső melkasunkkal a figyelmet. Szemkontaktus rám, tehát maszkban lehet kommunikálni, napszemüvegben meg nem, mert rá kell nézni. És a szemkontaktus Folyosunk és a kollégákkal is ránézek a kapcsolat, hogy mégis, hogy mi újság van, tehát valamit mondok. Ja, és akkor, hogy befejezzem ezt az egész, az a szemkontaktus mennyire fontos, a könyök után jött ez az ököl. Na most, ha két férfi jön, és eltalálja, hát a mondom, Ha már mellém megy, nem? És uh, akik emlékeznek rá, hogy elmondtam, hogy a készfogásnál ugye rengeteg kis apró kis szabályzat van, ugye a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet, kivéve, hogyha megyek valahova, mert akkor mindig a fogadó fél nyújt elsőnek. Mindegy, hogy férfi vagy nő, mert én fogadlak téged. És mentem egy helyre, és a férfi szervező jött felém így. Hát én meg hirtelen lányos varomba, hogy így csináltam, és akkor beleöklözött. Tehát az, hogy egy nő ököllel, hát elképzelni nem tudom. Tehát a szemkontaktus. És hogy a szemkontaktus mennyire fontos, ez sokan nem is érzékelik. Ők állnak ott egymással szemben, és én odalépek hozzájuk harmadiknak. És ő kimosolyog rám, hogy jó napot kívánok, akkor tovább kell menni. Meg kell várni, míg rám fordul, hogy a felül jó napot kívánok. Tehát ez Mennyi ma innen elfele. Ez meg de jó, hogy jöttél. Tehát rám fordul, vagy, mert ha nem fordul rám, csak kinéz, bólogatva, mosolyogva, és én maradok, akkor utána a fejem fölött fognak átbeszélni. Ez meg a halál, amikor a fejem fölött átbeszélnek. Ez annyira idegesít. <laughs> Fodrászatban be, és a két fodrás csinálja olyat, és akkor közben beszélgetnek, hogy aztán a Máté élet mit csinálsz? Máté és beszélgetnek. Én meg ott ülök, mint a hülye. Ilyenkor föl kell szólni, hogy tényleg a máté, vagy valamit, hogy érezzék, hogy a fejem fölött ne beszélgessenek át. Na és a készfogásnál, erről szintén sokat beszéltünk, ugye egy kis hideg, vékony ez a alacsony a vérnyomásom. Hát ez már majd tápéze is megy. Csípőmérség, és eddig a hajlatig be kell tenni a kezünket, nem csak úgy a végét megfogni. És nagyon sok férfinek hibája az, ez a mutatóját, ezt nem zárja ide a középső mellé, hanem ide be a csuklóba. Ez a betapper. <laughs> Egyszer volt alkalmam egy ilyen egy szálloda vezetője, jött le elköszönni az előadásom után, és hogy így be nekem mondom, ez én már vagyok. Azt mondja, hát ő Amerikában, azt mondja, hogy ez a bizalom jele. Mondtam, hogy nem, nincsen becsuklózás. Ugye a készfogás, hogy asztalon keresztül nem fogok kezet, hanem asztal mellett, hogy a férfi mutatkozik be és a nő nyújt előre, tehát végigvettük-e. Ott állnak hárman, négyen most akkor odalépek, akkor most keresztben nem illik, hogy lehet, nem kell erőltetni, rá kell nézni. És azt biztos megfigyelték, ez egy porosz bürokráciából átvett férfi szokás, hogyha bennül öt férfi, bejön a hatodik, amíg mindegyikkel kezet nem fog, esik át asztalon, fotelen, nem nyugszik meg. És ilyenkor, ugye, akik éppen beszélgetnek, fölnéz, fölálljak, ne álljak, ízé. nem kell, odainteni, köszönni, és le van tudva, nem kell, az állandó. A férfi az mindig feláll készfogáshoz, a nő pedig milyen minőség ember. Ha csak simán nőként, akkor fölnyújtom, de ha a tanult ember, aki nőből van, tehát a tisztségemnél fogva, akkor meg megemelkedem. A készfogásnál van azért egy fura kivétel, az ember elmegy orvoshoz én nekem az orvos ne nyújtson már a kezet. Én nem haverkodni megyek hozzá, szóval én nem barátkozni meg dumálni, hanem ő, ő, az Isten, mert egészséget ad nekem. És azt mondták erre az orvosok, mert voltam ilyen egészségügyes körben, sok mindent elmondtam neki, hogy ők azt tanulták, hogy a kézfogásból már a test meleg, ugye nem lázas sem, meg mit tudom még, már abból le tudnak ezt azt mérni, ám szívek jogat, de mondjuk egy nyújtógyász, az, az meg pláne ki, ha kezet nyújt. Hát én inkább azt mondom, hogy a szemkontaktus, hát nem kell. Én, a, ahol a lakom, a tizemeletes panában lakom, ott kezet nem fogtam tám még soha senkivel. De ránézek, mi újság van. Hanyadik, mit szól, megint de jó, két napig nem volt. De az ember elkezd szemkontaktus beszélgetni, és akkor már nem kell le ez a buta kézfogás. De sok mindent ugye át lehet vele hidalni. A másik ábról, erről, erről is sokat beszéltünk, a hidelegség szempontjából, és ez tulajdonképpen akár élőben, vagy eddig az élőről beszéltünk, akár online-ban, tulajdonképpen éjjel-nappal igaz. Hát éjjel mondjuk a nagyon nem, de mindenütt, minden szituációban igaz, hogy ahhoz, hogy én valahol sikert éljek el és győztes legyek, ahhoz akár kell, hogy engem elfogadjanak. És hogy elfogadjanak, ahhoz az kell, hogy elhiggyék rólam azt, amit én mondok. És ehhez nem elég a szó. A szó az csak 7% akkor mond, Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. A szó az csak 700, sokkal inkább a hangsúlyt értjük meg. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy ki lesz meglepi, vagy amikor visszajön, lesz meglepi. Ha meg azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, milyen hangsúlyjal beszélek, és a, a hangsúlyhibákról a, na, elég sok minden van. De hogy, ha ezt nem értem meg, hogy hogy mondja, akkor nem nagyon megyek vissza arra a 7%-ra, mert már Gáspár Laci gyönyörű énekel, de nem értem, és akkor inkább megyek a mert nem értettem. A vokális hibáinknál az egyik ez a fejhang, ez a fejhang, voltunk sopizni, ittunk ücsit, megvettük a kari-arit, ez a karácsonyi ajándék most tudtam meg, a kari arit, ez nagyon szőke. szőke az nem hajszín, mint tudjuk, hanem állapot. Tehát ez, ez vagy azt jelenti, hogy én vagyok a hülye, vagy az, hogy te. Ezt azért mondom, mert nagyon sokszor beesünk ebbe a hibába, Elakad a számítógépem, és az informatikusomat. Fölhívom Zsoltot, és telefonban így kezdi el nekem magyarázni. Mondom, Zsolt, hülyeséget kérdeztem, azt mondja, honnan tudod. Hát mondom, mert így kezdted elmondani. Az ember így kezdte el magyarázni valamit, abban benne van, hogy te különben alhülye vagy. De nem, mikor a, a, a közveti orvosnál a nővérke, és akkor háromszor kettőt, azt szedem 20 éve, nem? Tehát ez a fejhang, ez nagyon-nagyon meg tudja a másikat alázni. Hát nem beszél való, hogy hát én vagyok a legöregebb itt megint, de korosztályos, hogy a boltba megyek kérni valamit, akkor ugye, mit tetszik? Mert hülye öregasszony vagy, lásd, hogy én aranyos vagyok az, Valami egészen szörnyű, ez a fejhang, ez nagyon sírt. A másik az erős hangos hang. Rengetegen beszélnek hangosan. És a hangos beszéd önmagában agresszivitás. Tehát az ember telefonon beszél, nem kell hangosan beszélni, mert nem direkt a hanem itt a mikrofon vagy kül nagyon nagy a külső zaj. Figyelj, nem hallom, és annál hangosabban beszél. de hát nem kell. Én nekem, ha utcán vagy buszon szólal meg, léci beszélj hangosabban, de attól nekem nem kell kiabálni. A, a, tehát ez az erős hangos hang. E, e, például, vagy tanáren, tanárember, tan, tanárember, akár tanárnő, akár tanár férfi, egész nap 50-60 gyereknek, egész nap fejhangon magyaráz. Akkor otthon nem menjen hogy apukám, mi lesz a vacsora, akkor vissza kell tudni állni arra a normális hangszínre. A, a, a vokalitás egyébként kettő dologra nagyon jó. Ezt elmondtam a múltkor, de nem tudom eleget ismételni. Az egyik ez a Lányomnak mondom, menjem is értse, hogy úgy mondom meg, hogy ott mindjárt ne jöjjön rá. Mert ugyan kit érdekel, odavágom. Én az igazság bajnok, ha én odavágom. Semmit nem ér el vele, mert a másik becsukódik, mert rosszat hal. Hanem úgy kell megmondani, hogy ne jöjjön rá. Ez a, nem tudom, a múltkor elmond, nem, hiszem, azóta történt. Taxi taxis megállt a boltnál, mondtam, egy perc múlva jövök ki jöttem is ki, addig ott állt egy jeep. A jeepbe ült egy nő. És a jeep mellett egy ilyen konyhaszekrényi zsíragyú, és üvöltött az én taxisomra, de úgy, hogy a festék lejött a kocsiról. Mondom, bocsásson meg, uram, egy hölgy előtt, hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Hát ez beült a kocsiba, elment. Mert ha elkezdek vele pattogni, akkor engem is leanyáz. Tehát ez simá. Tehát, hogy úgy, úgy mondom meg. És ami még nagyon fontos, aki közösségben is él, hogy soha a rosszal kezdjük. Nagyon ronda cipő van rajta. De jó ez a harisnya ezzel a szoknyával. Hát a cipő nem, de ez a harisnya. Tehát, hogy hogy mondom meg? Egy rossz főnök mit mond? Írd át! A jó főnök mit mond? Ugye ez a második bekezdés milyen jól sikerült, hát akkor is át kell írni, de mennyivel szívesebben. Tehát kezdjük mindig valami jóval, ha rosszat akarunk mondani, mert mert akkor nem csukódik be a másik. A másik, amire föl lehet használni, ugye agresszív, üvöltő ember kezelése, ugye itt áll és üvölt, akik már voltak, tudják, hogy most milyen ez a mély filozófiai műből hozott izézetem parafrázis szinten, amikor azt mondja a malacka a micimackónak, hogy te micimackó. Mit csinálsz, hogyha egy borzalmas fenek azt mondja, hogy hú, hú. Azt, mondja, hát, azt mondom, hogy tralala. És azt mondja másodszor is, hogy hú, hát azt mondom másodszor is, hogy tralala. És azt mondja harmadszor, azt mondja, malacka a harmadszor, nem fogja mondani. Itt áll és jött micimackó effektus, már jobban vagyunk. Arcunkra föl kell venni ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat nőknél agyakrésre nyitva, és nem szabad megszólni azt, hogy igen, hogy de, vagy én, mert akkor ne szóljon, hogy újra kezdik, Hagyni kell. Hát ennél nincs, ennél, ennél nemesebb bosszú. Én ott állok, belül már a kacagok, az meg ott nagyon üvölt. És amikor hogy kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Aznap érdemes volt élni. Na szóval, és ha már ez a sokat beszél, a fecseg, ugye a verbalitásról lesz, most majd mindjárt szó. A fecsegés. Ha egy nő sokat beszél, mit mondunk, hogy fecseg. Ha egy férfi sokat beszél, mit mondunk, hogy de nagy tudású. Higgyék nekem, hogy a minél hosszabb, szofisztikált szavakat mond annál üresebb. A, a, a tanult ember azt tudja, hogy zanzásítva, kinek mondja el, hogy mit ért meg a másik. Aki meg így mondja, 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 szóval úgy van vele, mint a torgyánapánk annak idején, hogy fogalma nincs még mi lesz a végén, csak úgy mondja. Tehát erre van egy megoldás, hát az életemben már az jó öregnek lenném az ember, már sok mindent megoldott. Aki ilyen nagyon-nagyon innen, ott nagyon figyelmes acar nézni kell rá. Nem szabad azt hogy de, vagy nem szabad közbevágni, nézni. És mivel nem kap olajat a tűzre, hogy közbe vágtam, úgy abba marad. És akkor a legelső gondolatára kell válaszolni. Azt meg addigra már elfelejtette. Legnemesebb bosszú. Na, a verbalitásról. Enne, anna, erről már beszéltünk annak idején, de nem győzem eleget ismételni, mert rengeteg naponta kapok ezzel kapcsolatban a leveleket a tegezés kérdése. Hogy most mindenki mindenkit tegez. És például nem, régen egy cégnél voltam, és mondtam, hogy a honlapot azt nem szabad tegezve írni, mert az mindenkinek szól. Ha nekem egy, ez a multilevel marketing, ez a lendolgozzá fönt hogy nézem meg a holnapjukat, kinyitom, és tegezve van írva, akkor be is csukom, mert az nem nekem szólt. Az a tegezés, ez egy ilyen 20 éves. Tehát a magázás szól mindenkinek, és az nagyon sokan ma már nem hiszik el nekem, mert hogy ma már közvetlen, meg tegezős mindenki, meg mindenki tegez. Nyelvészek is mondják, hogy változik a nyelv, én ezt elhiszem. De ez a belső hang, ez az európai belső hang, ez azért tudja. Hát aki beszél német, francia vagy orosz, ott tegezésig eljutni rokonnak kell lenni. Tehát ott nem tegeznek emberek. A tegezés, ugye együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát, és hogy szabad a nyelv, és hogy most ugye most mindenki közvetlenebb a nyelv. Mindig az, arra azt kérdezem meg mindig, hogyha ez valaki nekem fölvet, hogy eszébe jutna magának engem letegezni? Engem. S azt mondja, nem. A belső hang tudja, hogy akárkivel nem lehet. A tegezés azonos neműeknél az idősebb kezdjel, és ami érdekes, hogy nem rangra, hanem korra idősebb kezdi el. Ha vegyes van, akkor viszont csak a nő. Tehát amikor egy férfi azt mondja a kolléganőjének, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Megüzenni kolléganővel, szólj már neki, hogy kezdj el. Tehát a, ez az által, meg hát hányszor járunk, úgy, hogy a boltban meg ilyen megdolás, meg ilyenek, hogy letegeznek bennünk egy simás úgyba, és akkor az ember néz, kihez szót. Mert az valahol nem nagyon fér bele. Tehát a tegezés, tudom, hogy elterjed, de is van különbség, és a maga az, ami, ami az általánosabb. A, ha férfi nő van, akkor viszont csak a nő kezdheti el. azt mondja az igazgató, hogy szerbusz tegeződünk. Hát nagyon szépen köszönöm, megtisztelő. Én is mai fel akartam ajánlani, akartam még kicsit várni vele. Na, de valahogy ez meg. Vagy például ilyen telefonos, ilyen fői, engem egy ilyen befektető bankár, hogy ilyen ezeket, broker, Egyrészt kocsiból telefonált, hát már attólünk nem? hogy a kedves jól napot kívánok, görög, igen, én vagyok. Szabadi szólítanom? Hát nem. Na de hát most erre, ugyanis azért nagyon rossz ez nekünk lányok, mert egy kovács urat tud, tud, tud mondani a telefonban, de egy görög asszonyt már nem tud mondani. Nálunk nincsen Frau Schmidt, és Mrs. Brown, tehát bennünket borzasztó nehéz megszólítani. Ilyenkor azt mondom mindig, amikor olyanokkal beszélek, hogy üzletkötők, meg ilyen brókerén, hogy akkor a hölgyemet használja helyette. Hiába, ha már tudja a nevét, akkor azt kéne, de egy, egy görög ibolyával nem tud mit kezdeni. És akkor utána... Mondom, hát igen, hát azért hívtalak föl, adjam oda a pénzemet, neki majd ő megforgatja, hát mondtam, hogy nem aktuális. Szóval tudni, tudni kell, hogy, hogy a magázos, a sokkal nagyobb bizalmat is kell. Mert a tegezés enged közelebb, meg a tegezés az ugye most mert együtt vagyunk. Az nem igaz. Az ember tegezve kevésbé fogja föl komolyan azt, amiről szó van. Meg hát ugye, hányszor kapok levelet, most például a bomprivel vagyok ilyen levelezésben, mert reklamáltam, és akkor simán letteg a engem az, az, az ügy, ügyintéző e-mailbe is. Hát szóval, na fura, tudom, hogy furad változik a világ, de furán változik. Na, amit a tegezés magára, tehát ezt, azt, azt a múltkor nagyon szépen elmondtam, eh, sok minden eh, alapigazság van szerintem ebben az egész tegezés magát, kérdezem, és a maga meg az ön helyet meg kell szólítani. Tehát nem azt mondom, hogy és akkor majd ön látni fogja, hanem és akkor majd látni fogja, és helyette megszólítom. Az, hogy hogy kell megszólítani, ér, majd ma lesz ma szó a levelezésről, ott, ott is el fogom mondani, hogy legjobb, hogyha a rangja megvan. rangú rang azt hogy az mindenkinek jó. Ha nincs rangja, akkor lehet csak a név, tehát Kovácsú és ibolya és magázás, és ha még neve sincs, akkor lehet csak az uram, asszonyom, kisasszony. És uraknak mondom, hogy nem minden nő hölgyem, azon látszik. Amikor a rendőr, úgy, úgy a bűnöző hölgy háromszor tölt be, milyen aranyos. A szakmai szöveg, ugye home office, dolgozunk, levelezünk is, vagy akár élőszőben is, nagyon kell tudni, hogy mit ért meg a másik. Mert nem, ahogy már mondtam, nem akkor vagyok én jó szakember, ha ilyen barom, hát minden szakmában vannak ilyen betűszavak, meg rövidítések, meg fantázianevek. Ha azt öntöm, aki abban a területen dolgozik, az megérti, de már más idegen, <laughs> ki halt meg. De egyszerűen nem fogja, tehát úgy kell tudnom beszélni, hogy a másik azt megértse, hát az az igazi szakmai szöveg. A, hát a nyelvszanyilag hívás beszéd meg olyan, mint a szájszak, hát ezt nem kell nagyon. Most a legutóbbi gyöngyszem politikus szájából, negatív hátrány. Hát milyen aranyos, negatív hát? Hát meg a bambe, meg a bamben, meg hogy én, mint képviselőként, hát az naponta van. Bambe, meg a bamben, az ugye, érdekes, hogy azt, voltam az iskolába, azt még megbocsátja a fülem. De egyik politikuskánk, akinek ez, 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 ez helyett, helyet már megint a haja nőtt meg, azt mondja, mikor a tanárnő belép a tanteremben, ben belépben, akkor már nagyon nevettem. Tehát, hogy a nyertani, meg az a másik, ez az elgügyülés, ez a léci léci, közike puszika, meg mindent most már a kari-ari, meg ezek, a, ezek az ilyen óvodás szavak, meg ez a igazándiból, hogy miért kell lenni ilyen bébi szövegbe. Ez végképp nem értem. Pláne, ha valaki kiáll emberek elé, ne adj Isten közszereplőként. Tehát azért tudni kell, hogy, hogy a másik lehet, hogy kinőtt abból a korból. A, látott információ, és ez már fontos lesz az online-ban is, mert ugye, hogyha vizuális kapcsolatban vagyok, tehát videó kapcsolatban, akkor ugye a látott információ is számít. A lényeg, hogy én bárkivel bármikor, bármikor, bármikor szóban állok, szóba, szóba állok, akkor leszek sikeres, hogyha azt érzi, hogy én figyelek rá. Mert aki én rám figyel, hát az milyen rendes ember. Hát annak én mindent elhiszek, nem? Ez a főső figyelő, hát, így semmiképpen nem állunk meg, ugye, mert ez bezárul, hát egy nem érdekez. Ha velem valaki eleve így ül le, ugye váltam és a fülében meg jó össze, és ráncolódik oda, minden, akkor a kezibadok egy darab papírt, lenyitom. Ha meg közben megy föl neki, akkor meg nyilván ö, ö, valamit rosszat mondtam. Tehát ez nem szabad soha be. A legjobb ez a hátul összefogott kéz, ha állva beszélek, és akkor mondják ilyenkor a lányok, hogy de akkor látszik a két mell. Nem. Há van. Szóval én azzal úgy vagyok meg. Három az már tényleg mondjuk cikisebb lenne. És ez a, hát, én a, a protokoll főnöket, hogy 12 év, két hónap, 12 nap alatt ugye alapállásom volt ugye a másikra való figyelés. De a tizemeletes panelbe kőbányám, hát az itt tizemelet nyilván elszigényedett tisztaságmánia, plecska, emberre jót nem mondanak, engem kedvelnek, hogy én ezt hogy értem, ha van a földszinten a margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy Margitka. Rosszabb helyen kettő. Lehet, hogy férfi, ez a kútmérgező típus. Margitka áll a ház előtt, ő a ház szervere. Lemegyek, mondom. Jó reggelt, Margitka, mi újság. Eddig eljut mindenki. Sikeres életúthoz kettő lépje a A mi újság után kezdjünk el figyelni arra, hogy mit mond. Nem kell több az emberi, hogy fél percenként leáll és visszajön, tehát fél percenként rá, fél percet rájövök, hogy miről beszél, és ha csúcsik a aranykocsocskája, kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem az, hogy igen, hanem hogy és hogy történt, drága. Elkezdi nekem, meg nincs időm, nem. és hogy történt, drága. Uh -huh. Beszélünk, vagy még jó, puszilla. Az egész másfél perc, és nem tud utáni, már ezzel kórházba is volt. A ráfigyelésed. Hát nekem a bármikor, pláne hivatalos ügyben is, hogy a ráfigyelést kell produkálnom, vagy mutatnom, hogy a másik elhiggye, hogy én engem ő tényleg érdekel. És akkor már sokkal bizalmasabb, egy bolti eladónál is, hogyha... Hát az nincs, mit kér. De azt mondják, hogy milyen jó a haja, most nyírza lemegy akarja <laughs> és akkor, tehát ha valamit, az, miért, miért, nem mondjak én egy jó szót neki? Hát abban a percben rám, meg kimosolyodik, és tényleg behozza azt a hatos csavart, vagy mit tudom én, mit, amit éppen keresek nála. Tehát nem éri meg gőgösen, hogy miért pont én. Azért, hogy győzzél, azért. Tehát a, a, rá, a, a rányítás. Most a mai, mai témánkhoz adatunk online, ott, otthonról való dolgozás. Ugye sajnos ez most már szinte kötelező, nagyon sok cégnél be se kell járni. Ezt azért mondom, hogy sajnos, mert én nagyon félek attól, hogy az állandó gép közel, ugye mobiltelefonnal arról majd még különbeszélek, meg a gép, meg a izé, nem tanult, elfelejtünk egymással beszélgetni. Tehát annyira átvette a gép a, társalgásunkat, hogy az emberek egymással már nem nagyon tudnak beszélgetni. én például iskolában kötelezővé tenném, hogy üljön le a két gyerek egymással szemben, vagyok osztályfőnök órán, és beszélgessen. És ne az, hogy és akkor én, vagy nekem meg, hanem abba kérdezem bele, amit a másik mond. Hát ilyen már borzasztó ritkán fordul elő. Egyébként, amit viszont el kell, hogy mondjak, hogy járom az országot nagyon sok fel, és egyre több helyen mesélnek, és látom, meg hívnak meg ilyen civil körökben, ahol azért ülnek össze, hogy beszélgessenek, kártyáznak, de hogy ez annyira ritka, régebben ez teljesen normális volt. Csak az a TV meg gép, meg minden világ bezárt bennünket, nem nyitott ki, bezárt bennünket, mert az emberi kapcsolatoknál nincs fontosabb. A szemkontaktusnál, a ráfigyelésnél nincs fontosabb. Tehát én az a, a munka is azért jó, mert ott egymással kapcsolatban vagyunk. Szóval valahogy sokkal emberibbnek érzem azt az életünket. Persze lehet, hogy öregasszony vagyok, és ez kimegy a divatból, nem tudom, de szerintem az emberi együttélés titka ez a rásikra figyelés. Hát sok amerikai ilyen bugyuta filmekben is, ilyen Virgin River, meg ilyenek is, hogy ott az emberek beszélgetnek egymással. Meg mi történt a Margitkával, hallott? Szóval az emberek törődnek egymással, mi nálunk meg sajnos záródunk befele, és ez nem azért, mert mi vagyunk a gonoszak, hanem ez az egész gépi világ beprésel bennünket egy ilyen, ilyen ö, ö, kötele gépi dologba. De hogy azért normalizáljuk a dolgokat is, kezdjük ugye az e-mail, levelezésre. ez a legegyszerűbb, ez meg akkor is van, hogy egyébként az ember munkahelyen dolgozik. A levelezésről mit tudok elmondani? Az e-mail borzasztóan jó, mert nagyon gyors, gyorsabb, mint egy telefonbeszélgetés, és lehárásul le is van írva, tehát van nyoma. De pont a gyorsasága miatt nagyon kell vigyázni arra, hogy ez nem menjen ki a kezünkből hibásan. Egy nyelvtanilag hibás mondat egy e-mailben, és én már nem válaszolnék rá a legszívesebben, mert olyan borzasztóan zavaró. Tehát, hogyha a gép aláhúzza pirossal, vagy kékkel, vagy zölddel, nekem mindegy, nézzük már meg, hogy mi megy ki a kezünkből. Tehát, és a másik az e-mail, tehát egyre a korrektséget sugaljam az e-mailben, a másik pedig, hogyha e-mailt kapunk, vagy nekem írnak, akik már írtak, azok tudják. Ha én 24 órán belül nem válaszolok, akkor meghaltam vagy a gép nem működött. Tehát a 20 jön, az, a más nem az, hogy megkaptam jövő héten van azok, valamit mindig kell írni. Ma az e-mail elküldését írtam neki, és megkapta, hát azt nem tudom, addig az nem kommunikáció. Tehát szokjuk meg, hogy valami visszajelzés menjen rá, hogy megkaptam. Egyébként nagyon sok helyen látom komolyabb cégeknél, be van állítva úgy a gép, hogyha valaki szabim van két napra, akkor már automatikusan írja a gép, hogy szabad, szabadságon vagyok, és helyettem ehhez meg ezen forduljon. Tehát automatikusan ad egy választ. De akik nem ilyen helyen dolgozunk is. Szokjuk meg, hogy az e-mailre válaszolni kell. Na most az e-mail-el kapcsolatban azt szeretném, hogy higgyék el nekem, hogyha egy komoly ügyben kell írnom, tehát egy céges ajánlatot teszek, vagy reklamációt írok, vagy egy nagyon, vagy egy életrajzhoz motivációs ez egy új szó, motivációs ilyenek, az igenis levélformában tördeljük ki, és úgy csatoljuk az e-mailhez mellékletnek. Mert az e-mail az ugye a, a, randomra, ahogy kijön úgy a ökör nyomba. A szép levél meg ugye tördelbe bemarad, és akkor kinyitja, és egy igényes külsőt lát, tehát már egy komolyabb levelet lát. Én azt javaslom, hogy a komoly témákhoz használjuk ezt a levelet. Mit, mit kell tudni egy ilyen levéről? Tehát ez nem az e-mail, hanem az e-mailben elküldött, mellékletként elküldött szép levéről van szó. Egy levéről mit válok el? Legyen rajta a fejlét, a feladó, a címzet, a megszólítás, a szöveg, a dátum és a klauzula. Hogyha én azt látom, hogy ez a klauzula rész, ez itt baloldalon van, akkor tudom, hogy az ilyen győzünk, bang, menedzsment létsikeres, multi, Európai jobbra zár. Tehát állami intézménytől csak jobbra, jobbra zárt levelet kaphatunk. A, az, hogy tisztelt, az semmit nem jelent, a testbeszéd szó semmit nem jelent. Üdvözlettel viszont ez azért fontos, mert egész veszély van utána, nem kettős pont. Csak mondom, hogy veszély van utána. E, és ez az, amit szab, szóval tartalom nélkül szintén elfogadunk. Tehát az, hogy olyan szabvány szövegként benne van, kész, nem. Na, e, a levelet, amikor uh, megcímzem, hogy ha én rangra írom a levelet, akkor az, hogy úrnak vagy asszonynak, azt a neve után kell írni. Mert neki nem az a besorolása, hogy osztályvezető asszony, hanem osztályvezető a besorolása. Tehát az, hogy asszonynak azt a neve után kell írni. Megszólításban pedig minden egyes szót nagybetűvel kell kezdeni hivatalos akkor és felkiáltójel van mögötte. Tehát a magyar nyelven felkiáltójel. Angolban vesző, de magyarban felkiáltójel van utána. Na most, hogyha az elvirát egyébként tegezem, de ez a levél, ez pénzről szól, határidőről szól, tehát komoly szakmai levél, akkor magázva írom a levelet, és az, hogy itt az osztravezető asszony felkiáltója, utána odaírom pici-kicsi kezemmel, hogy kedves elvíra. És ebből a kedves elvírából már kézírással írva látszik, hogy tulajdonképpen mi szia, de hát a levél az nyilván magázban ment. Tehát azzal lehet kicsit személyesebbé tenni. Ha nincsen rangja, akkor lehet a név... Ugye tisztelt Kovács úr, az rendben van megszólításnak, de a tisztelt görögi bolya asszony, szűzmar édesanyám bírósági végzést kaptam. Tisztelt görög, Úristen, ez túl sok. A tisztelt asszonyom meg kevés. Mert ha már a papíron, a levélre rajta van a nevem, a nevet ahányszor csak lehet használnunk kell, Ahogy a rangot is. Viszont, államtitkárul, államtitkár úr, és akkor a tisztelt, következő bekezdés, államtitkár úr vesző, arról lenne még tovább. Tehát azt használom, a nevet szintén használom. Tehát a görögiboja az marad, de a semleges, semmit mondó tisztetet azt írom, hogy kedves görögiboja. Jaj, de aranyos! fizesse be. Szóval a levélettől lehet negatív. És mi van akkor, ha nincsen név sem, csak, csak úgy küldök a, a, a polgármester hivatal vác levelet, ott hogy szólítsam meg? Amit nagyon-nagyon eh, nem szeretnék látni, ez a tisztelt asszonyom per uram. Tisztelt asszonyom per uram, nem dőlt el. A tisztelt cím, az meg aranyos ilyen könyökvédő, egy a egy a pár, tisztelt cím az olyan kis nagyon-nagyon régi módi, megmosolyogjuk. Na, de akkor hogy szólítsam meg polgármester Tehát Egyszerűen nem szólítom meg. De ha nem szólítom meg, akkor azt mondják, ránézi testbeszéd, ugye ránéznek, hogy nézd már, hát még megszólítás sincs, honnan szalajtották ezeket. Tehát az elvárna a megszólítást, oda beírom azt, hogy Tárgy, megkeresés, vagy határozat, vagy kérvény. Tehát beírom a műfajt, és ránéz, és már nem hiányzik neki a oda beírt név, mert akkor látja, hogy ott van valami. És akkor már nem kell újra megszólítani. A végén üdvözlettel azt mindenkinek le lehet írni, de a köszönettet már nem. Szó, tanulj, szokják már meg, hogy a szép levélen a köszönés, az egy, a megköszönés az egy mondat. Előre is köszönöm válaszát üdvözlettel. Ez a köszike puszika az nem elég a végére. Tehát szép levélnél soha nem szabad a köszönettel írni, hanem azt mondatban meg kell írni. E-mail az azért nagyon könnyű, sokkal könnyebb dolog, ott minden balra van zárva, nem kell külön tördelni és tehát ott minden köszönete, minden balra megy belefér még a köszönettel is, vár miért, de hát mindegy, azt mondom, hogy belefér. Az e-mailnél, amit tudunk, hogy a, be, a tördelés helyett, amit szép levélent be tudunk tördelni, mert ugye úgy marad, az e-mailnél a, a nagyobb betű, kisebb betű, vastagítva dölt betű, vagy tehát lehet, lehet a szövegen a hangsúlyokat kihozni. A <kül> e-mailnél, ami fura, infokukat, titkárságkukat, hogy szólítsam meg. Pont azért, mert ez egy vizuális beköszön, beköszönés, nyugodtan az e-mailt lehet azzal kezdeni, hogy jó napot kívánok. Ilyen meg ilyen ügyben keresem, mert hiszen beköszöntem azzal a levéllel. Tehát ez egy, egy nagyon jó átvidaló megoldás annak, hogy nem kell keresni. Meg akit illet, az angolban van, de magyarban nincs. Tehát, ak akkor egy beköszönéssel kezdem. Az e-mailnél is tulajdonképpen felkiáltó jelként a megszólításnál, de ott már azt mondom, hogy a vesző, tehát lazul a forma, lazul nem annyira merev, mint egy, mint egy szép levélnél. Az e-mailnél, nagyon sok cég, cégnél az e-mailes papíron alul benne van a illetőnek a névjegye. Ha neve, rangja, cím, postafiók, izé, minden rajta van, keresztanyja neve, minden rajta van, hogy akkor alá kell leírni attól még a levelet. Igen. De oda van írva, hogy, hogy Kovács Beatrix ez meg ez meg ez, akkor az a hogy üdvözlettel be a például. Na és ha már üdvözlettel be a, jön a levél, tisztelt protokoll szakértő asszony, aláírva a szabó Pál vezérigazgató. Válaszolok, hogy tisztelt vezérigazgató úr. Jön a válasz, hogy kedves ibolya. Hó, de jó, barátom már mindjárt. Na most, hogy ezt hogy lehet ezt megnevelni, gondoltam én. Válaszomba, tisztelt vezérigazgató vesző, kedves Béla. Úgy hát, ha rájön. De nem, utána már simán ibolya, szóval utána már átmentünk ilyen keresztnevezésbe. Tehát ez sajnos megvan, a, 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 megvan. Na most még egy tanácsom van, hogy amikor a, a múltkor beszéltünk a bemutatkozás, bemutatkozás kapcsán, meséltem a Szabó Gábor nél, jelenségről is, ha valaki Szabó Gáborné, akkor mondja hozzá be, hogy Szabó Gáborné vagyok, Erzsébet. Egy e-mailnél meg Szabó Gáborné, Erzsébet. Írja már oda, mert nekem nem egyszer van, hogy jön egy levél, és Szabó Gáborné az alájon. Nem tudom, hogy válaszban megszólítani. Hogy tisztelt Szabó Gáborné, hát hogy néz az ki? Tehát szokja meg, hogy mivel mondtam, hogy nekünk nincsen Mrs. Brown meg Frau Schmidt, hogy a keresztnevünket mindig tegyük hozzá, ezt szoktam javasolni. A... Eh, E-mailnél még, igen, ha ki idegen nyelven dolgozik és levelezés használja az e ugye ez a Mr. vagy missis. Na most a névjegykártya részemben ott lehet a Miss vagy a Missis, vagy az MS, ugye, hogyha valaki nem férné van, csak már nem, nem, nem missz, hogy szépen fogalmazok. De egyébként ha nincs, akkor ugye mit kell csinálni? Levelet kell írnom a Puang Szűmin. Hát most én mit tudom, én akkor tisztelt puhang szümin, akkor az marad. Egyébként pedig én az idegen nyelvű kártyámnál, nevemnél, az, hogy görög, tehát gorog, azt nagybetűvel írom teljesen, tiszta nagybetűvel, mert egy Katalinnal, vagy Erzsébettel esetleg, vagy Ilonával tud kezdeni, vagy Annával egy külföldi, de az Ibolyával nem tud mit kezdeni. Tehát fogalma nincs, hogy az most keresztnév, vagy mit jelent. Tehát inkább akkor az, az ugye nagy ível és kisbetűkkel, a görögöt meg tiszta nagybetűvel írom. É, tehát a, ezzel utalok neki arra, hogy hogy tud engem megszólítani, ha mégis nagyon akar. És a, tehát az e-mailnél válaszolni kérem szépen, válaszolni az e-mailekre. És ha, és ha megfogadják a tanácsomat, hogyha komoly közlendőn van, azt megtördelve szépen küldöm el. Egész más az ember érzete. Szóval, hogy csatolok egy ilyen levelet, akkor bele kell írni a szöveghez, hogy mellékelem, a, mellékelem levelemet. Valamit belekem, meg az én gépem eleve Pamba teszi, tehát szemétbe teszi akkor, hanem legalább egy mondat nem volt abban a szöveges részbe. Tehát csatolom az e-mailt, csatolom a levelet, és az e-mailben, hogy mellékelem levelem. Mert annyit legalább az írjunk bele hozzá. A ö, mobilozás. Ebbe kérem szépen feketén-fehéren megjelenik ez az egészen fura Változó világunk. Nem tudom, kiolvasta egy izraeli történész, Harari-nak hívják Harari. Van egy olyan könyv, vagy a Sapiens. Az emberiség története borzasztó jó, vid vidám ö, stílusban, tehát ilyen humoros stílusban írja le az ős napjainkig. Nagyon szórakoztató. Az egész középkoron végig röhögjük magunkat, de nagyon jó. De az utolsó befejezete, amikor már a mostani világ indul tovább, és a gép alkotja meg az embert én azt már el sem mertem olvasni. És ez most indul. Most ugye mesterséges intelligencia, most ugye, mester, hogy ez mekkora eredmény? Én meg félek tőle, őszintén megmondom, mert az emberi mi voltomat veszi el az, hogy helyettem fogalmazhat. Valahol én nem, nem tudom, hogy miért kell átadni mindent a gépeknek, és ez a mobillal kezdődik. Mert nagyon kell, nekem is van, most főzvasat, tényleg baromi okos, mindent tud, nagyon szeretem, rengeteget is használom, de amikor valakivel beszélgetek, eszembe nem jut bekapcsolva hagyni, és ráadásul így kirakni, fussa, Blackberry, meg Blueberry, meg van ez itt nekem, mert ha beszélek, és akkor SMS, hány óra, ahányszor lenéz, annyiszor ver engem orba, mert te nem vagy fontos, de a magam, azt el kell tenni. A szemkontaktus nem sérülhet azzal, hogy én állandóan mobilomat lesem. És az emberek függőkép váltak, és mennek be a busz alá, meg mint a buszon már mindenki, nem, tudom, mit, mit tud annyit nyomogatni, szóval mit ír, nem tudom elkezdeni meg hogy mennyire függök, függök az emberek, egyre gyakrabban fordul elő velem, hogy engem valaki fölhív, és miközben beszélünk, hallom, hogy ő lehúzza a WC-t. Gyerekek, a WC-ből telefonálás népbetegségé vált. Ugye a szállodában ott meg a több fülkés a WC, és ott voltam benne, és a mellett, a mellettem ülő fülkébe valaki mobiloz. Mondom, én akkor ennyimet most merjem lehúzni, vagy nem merjem lehúzni. Ez, ez, egy beteges függőség, bele van nőve a kezében, nem kéne, mert nagyon jó, hogy van, meg tényleg. De nem ez az életünk, az életünk az emberi kapcsolatok, ezt nem volna szabad el. Meg egy család is leülnek vacsorázni, és akkor két gyerek két és mindenki a saját magája izé. Az leg, ott benne a szobába kell, hogy ne vigye ki az ebédlő az Legalább, mikor eszünk, ne, vigye, ne hozza oda. Tehát a, a szemkod, a beszélgetés, az ne sérüljön már meg. Tudom, hogy ez pusztába kiáltott szó, mert mindenki nyomogatja, de ennél a képnél régen látom, de ez a nyomogatás és Egyébként van olyan kép, azt elhoztam, nem, nem hoztam most sajnos el, e, ilyen sörös asztal, az a hosszú fa asztal, hosszú fa padokon, ülnek a fiatalok, és az asztal végén egy kosárba vannak a mobilok, és aki először fölmei venni, az fizet. Szóval talán ők is érzik már, hogy nem ez a kommunikáció, hanem a személyes a kommunikáció. Az online kapcsolat persze pont az ellenkezőjét mondja, de az inkább szükséglet szerintem, mint, mint, mint kellemetes elfoglaltság. Hát a mobilnál, meg ugye, hogy állandóan föl kell venni, mert a főnök hív. Éjjel kettőkor, mert a főnök hív. De miért? Vagy fogorvosnak, hogy, hogy mert a főnök... A mobilt azt nem fölvenni kell, hanem azonnal visszahívni, milyen lehet. Tehát nem az a lényeg, hogy állandóan fölvegyem, hanem az első alkalommal visszahívjam. És hogy a, a főnök attól nagy bajt kapna, kapjon. De a főnök se higgye azt, hogy attól merő főnök, ő azt mondhatja, hogy ne sem holnap az eső. Tehát van a határ, amiket már ő se tehet meg. Sajnos ezt nagyon sokan ma fiatal, fiatal ilyen lángagyúak már nem nagyon érzékelik, pedig tudnék én, hogy, 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 a másik is ember, tehát az, meg ne, ne menjünk bele ennyire a filozófiálásba. Tehát a mobilnál, aki fölveszi, és ez igaz a rendes telefonra is, majd a vonalasra úgy értem, aki még tudja, hogy az mit jelent, mikor fölveszem, akkor azonosítom magam, ez a halló, ez nem elég. Halló, halló. Ki beszél? Milyen számot hívtam? Milyen számot hívott? Előbb-utóbb úgy is be kell mutatkoznom, tehát eleve azzal veszem, hogy görögi bolya. És a, ja, téves is lerakja, tehát ilyen van. Tehát ha időt spórolok meg valaha a nevemet, azonosítással mondom meg. El. Ellenvéglet. Szép napot kívánok, Szabó Beátis vagyok a recepcióról. Hungarobász Kft. Tessék parancsolni, miben segíthetek? Hát, hogy kevesebbet beszélsz. Az, hogy miben segítetek, ez remek mondat a másodiknak, amikor már tudom, hogy kivel beszélek. Mert az eleveben mondott, miben segítetek, akkor semmit nem, az elrepül. De amikor már tudja, hogy én velem beszél, arra mondjuk, hogy miben, akkor, már az nek, akkor már tőlem kérdezte meg. Tehát nek, mondjuk eleve mindjárt bele. Uh, és hát akkor a betörő megtudja, hogy otthon vagyok, ha én bemondom a nevem. Hát ez elég hülye betörő, aki ebből tudja meg, szóval csak teszem mindjárt hozzá. A, uh,

hivatalos partnere, vagy komoly beszélgetésemet egyenes terékkal, és nem pedig a tévében, nem politikuskám. Ha beindul a szék, nem mondom, ez hazudni fog. Tehát ez a sibidibi dabada. Tehát forgószékben soha ne telefonáljunk. Ahogy az elején elmondtam a példát, hogy a kocsiból is akárkit ne hívjunk föl. Hivatalos, hivatalos partner pláne ne. Na, igen. azt az fejezi be, aki kezdeményezte a hívást. Ez, ez, egy aram. Mert rengetegszer, hogy a technikailag is megszakadhat a vonal, de aki kezdeményezte, az hívhat újra engem. Csak ezt mondtam, hogy nem kell pánikszen. Lerakta a Béla gyorsan, viszont nem kell majd a Béla újra hív, hogyha akar. ja, Béla újra hív. Kamaszlány, nem is egyszer. Előadásban oda sunnyok hozzám, hogy tanárnő, hányszor kell felhívni egy fiút? Mert én már nyolcszor hívtam, de nem hív vissza. Hányszor kell felhívni? Mondom egyszer se. Egyszer, maximum egyszer, de az ezzel vége. Az ezek a kamaszányok nem tudják, hogy a fiú udvarol a lánynak. Ez nagyon régen, régi, régi módonak tűnik, de pedig ez a mai napig igaz, hát fiúkkal is beszélgetek, hogy azért egy kört szeretnek futni. Szóval nem mindjárt hújon az ölükbe, hanem egy picikét. Tehát csak mondom, ez a visszahívás kérdése. Tehát a, Egyébként pedig, hogyha véletlenül bekapcsolom a csak kinyomom, mert nem akarok vele beszélni, bár velem ilyen még nem fordult én mert mániákos. Ilyenkor jöttem ide, már otthon kikapcsoltam. Tehát, ez. Akkor ha ki is nyomom, akkor utána hívjam vissza, hogy elnézést, csak éppen tárgyaltam, és akkor miben, miért kerestél. De sokszor még elmondani is kell, hogy miért nem hívtam, miért nem vettem akkor föl. Mondjuk a főnöknek azért cél jobb, hogyha elmondom, hogy éppen fogásznál voltam, hagyj higgye. De esetleg meg, meg a másik, hogy nem kell elmondani. Ugye a telefon ott ülök valakinél, és a, másik, és a másikkal beszélgetek, és neki csöng a telefonja, nem veheti föl, mert velem beszélget. Ha mégis fölveszi, akkor nekem onnan ki kell menni, mert nem lehetek tanulja egy számomra idegen kommunikációnak hogy, ö, annyira, hogy megemelkedem, és majd ő mondja, hogy maradjak. De azt mondja, hogy maradjak, maradjak akkor nem kezdem el, hogy a Béla. Oda se nézek, milyen szép tiszta itt minden, jobban is hallok, tehát nem veszek föl szemkontaktus vele. Aki meg ilyenkor beszél, mert közben bejött neki, hogy ha hívás, Aller, aki akkor nem mondja el, hogy mi, mi volt, meg miért, kivel beszélt, nem kell. Ez egy ilyen emberi gyengeség, elmondjuk gyorsan, hogy mi volt, de nem kell, mert az másik kommunikáció volt. Tehát azzal lehet kezdeni, leülök valakivel, hogy elnézést szeretném bekapcsolva vagyni mert várok egy fontos hívást, olyan van. De akkor föláll és elmegy, és nem ott beszéli le a többiek előtt. Szóval mondom, ez a mobil el lehet szakadni tőle, hát meg ez a selfizés is. Hát ez a... <laughs> ez a <laughs> Van egy olyan tematikám, hogy a hurrá nyaralunk, a nyaralásos illemtam, és abban ez konkrétan benne van, hogy ugye, hogy hol nem lehet fotózni a telefonra, vagy hol nem lehet telefonon beszélgetni. De egy pár példát felhoztam, ugye a templomba, a múzeumban azért, hogy inkább akkor ne, vagy a wellnessbe. Wellness, hévízítóba, hey, Láttam, úszott egy férfi, és az a nagyon szoros úszósapka volt rajta, és úgy fölállt a feje, az konyba van, vagy mi, és közelebb úsztam, és a mobil volt neki betéve oda az úszósapka alá. Na mindegy, szóval ilyenek is vannak. A, ö... Nagyon sok kultúrában, ha megyünk külföldre is, nagyon sok kultúrában nem szeretik, ha őket lefényképezik, mert akkor elrabolják az arcukat. Van, aki meg görög, az meg direkt odaáll. Tehát ez a különböző a kultúra. Tehát ez, ennek utána kell nézni. És a selfizés. Én ebbe belehalok. Ez a TikTok, meg WhatsApp, meg mik, pittak, pik, puk, -pak, ilyen, hogy lányom lássanak. Gyerekek, akinek mániákos, annak már most mondom, hogy ez a kutyát nem érdekel. Majd, na, már megint ott van, maximum, de, de sokszor, ne, hát rányom egy lájkot, mert miért nagyon jó rád az arrébb, mert de különben semmi értelmet, senki nem értékeli plusz értéknek, hogy én már hányszor láttam meg minden. Meg ezek a szerencsétlen kamaszjányok is, pláne a pandémiát, hogy függőké váltak, hogy a ilyen influencerek, ezek az influenzát terjesztik, ezek az influenzerek, hogyha ő úgy csinál, akkor ne is, a kis kamasz testével ő is úgy csinál, csak nem seki szegény, az fölmarad a neten, tehát ezt ne, nem lehet, hogy idő után szégyelni fogja. Hát meg hogy a tipikus turista a szelfizés, hogy ő ott van. Na de hol? Hát a háttérből semmi nem látszik. Ez lehet a Milánói lehet a Taj Mahal, akármi országház, bármi lehet mögött. Tehát ha már, akkor látodjon az, hogy mi előtt vagyok én. Hát meg az életveszély. Most ugye nem akarok nagyon napra készíteni, de ez a szerencsétlen fitness nagyon szimpatikus nő is ugye ebbe, esett bele, hogy azért nem kéne állandóan ez a szelfizéssel megbolondítani, meg még ami a legfontosabb, mondom, hogy ez nem, az, hogy most hány lány, már van 328 lájkom, és mit vettél belőle? Brióst van? Mi? Szóval ez a jelen lenni a világban, de itt nincs jelen. Szerencsétlen ez nincs jelen. Ő ezt nem is sejti, hogy ő nincs ezzel jelen. Csak legfeljebb kinevetik, vagy arrébb mennek, fölösleges. Barátnőmnek esetleg elküldöm, hogy, vagy a ismerősömnek, hogy új hajam van, néz már meg, hogy milyen le. De ez a kitárulkozás, ez előbb-utóbb nagyon-nagyon mélyen orba fog vágni bennünket. Na, és a vizuális kapcsolatok. Ugye, hogyha leülünk a laptophoz, vagy a számítógéphez, mert ugye olyan partnerrel beszélgetek, online konferencia van, online beszégetek Japánból az üzletpartnerem, tehát sok minden van, nagyon-nagyon jó, mert valóban nem kell oda utazni, hanem akkor ott látom. Amire nagyon kell vigyázni, hogy mi van a háttérbe. Ugyanis én ránézek egy képernyőre, és hogy mi látszik hátul. Kis tisza nyalogatja a szennyesedényt, vagy a konyharuha már éppen csúszik le, vagy mi van a, a legjobb, ilyen nagyon semleges könyvespolc, virág esetleg, valami, de a viráglevel az ne a fejemből jöjjön ki, vagy dossziék, ugye, ha valaki céges, ö, 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 o, cégrö, céges ö, ö, internetet kapcsolat, kapcsolatban van, ö, és hogy ezt belehessen lőni, ezt, aki, aki még nem kezdte el, annak most mondom tapasztalatként, hogy a Skype-on van egy olyan gomb, hogy beállítások, és akkor ott meg lehet keresni hang és, hang és videó, hang és, hang és kép, és ott az benyomom, és akkor üres állatban otthon, annélkül, hogy kapcsolatban lennék kapcsol bárkivel, be tudom állítani, hogy én hogy fogok látszódni azon a képen. Hogy éppen kijönne az a könyv sarka a fejemből, vagy éppen a szárnyam nőtt ki a filodentromból, tehát hogy hogy nézek ki azon a képen. A, ami fontos, hogyha leülünk tiszta fehér fal elé, az a legegyszerűbb, gondoljuk, rajtunk nem szabad fehér holminak lenni, mert akkor beleolvadunk. És akkor csak az arcunk meg a kezünk lesz ilyen, mint a régi fekete-fehér képek, ez a negatívja, hogy itt mozog. Tehát az fehér fal elé valami színesben kell leülni. A másik, hogy a megvilágításnak annak szemből kell jönnie. Mert ha az ember ablaknak hátra ül, akkor az egész arca fekete marad. Tehát ami néha mondjuk nem volna hátrány, de... Hát a megvilágítás, hogy én, nekem úgy van, hogy a dosszékre van föltéve az olvasó lámpám, és akkor pont így bele a képembe minden. Tehát azt az be kell állítani, hogy mi van a háttérben, hogy vagyok megvilágítva, és a szemkontaktus. Ugye mondtam, hogy annélkül nincs kapcsolat, hát ez biztos, hogy nagyon-nagyon sok embernek tudok adni tanácsot most adni vele. Tévében látjuk, Skype-on kapcsoljuk a szakértőt, és a szakértő így beszél, így. Mondom, az olvassa. Hát nem, hanem neki ki van téve elé a tablet vagy a laptop, és ő akaratlanul szemkontaktust keres a riporterrel. De a kamera meg itt van. Tehát a szemkontaktusnál a kamerába kell nézni, mert akkor nézek rá. Tehát nem akkor nézek rá, amikor ránézek, hanem a kamerába. Unokával a Skype-on -a, a Londonban, akkor nem a A kamerába kell, mert akkor látja, hogy ránéztem. És ez nagyon-nagyon sok ember. Nekem is borzasztó nehéz megoldani, az ember csak ragadna oda, hogy a lássa a másikat, de a kamerába kell tudni nézni. A másik, hogy a a, ülök a laptopnál, vagy a gépemnél, és ugye videó kapcsolat van, hogy úgy hogy ülök. Ne hajoljanak, ne dőljenek hátra jó kényelmes a napám, mert a gravitáció győz. Toka, minden megy lefele, és az csak plána, hogyha az ember meg közel hajol, akkor meg a béka perspektíva miatt ekkor lesz az arca. Tehát a Skype-on be kell lőni, hogy kb. honnan nézek ki normális, mert minél közelebb megyek, annál jobban csúszik el az ember arca és hogy leülök, célszerű olyan helyre tenni a gépet, hogy föl tudjam tenni a karom, pláne hivatalos alkalommal, ha beszélek is, tehát hogy föl, föl tudjak tenni, mert így, így, figyelek rá, tehát amikor fönn van a karom, amikor a kijön a könyököm az asztalból, akkor már nem érdekeltél, visszajöttél, érdekezett, és célszerű úgy beállítani, hogy ezt, a fajta testtartást föl tudjam venni, mert a másik érző, hogy akkor tényleg hozzá beszéltem. Ami tilos, ez a... valaki mondaná, hogy hát kedves Ibolya, nem láttam, vagy 8-10 éve, van egész, egészséges lett hány kiló. Én mondanám, hogy hát olyan 81-2 között szoktam lenni, mikor a kisgyerek mondja, hogy hazudtam, felőttemben nem hazudik felnőtt ember másképp mondja, és nem így fogja be, hanem óra óra töve a ebbe a háromszögbe, így be. Politikus is. Jön a kérdést, indul a válasz. Ne kap már föl, hát tudom, hogy gurítani fog. Tehát nekünk nem menjen föl a kezünk. Hogy... És akkor a jövő hétre a 600, 600 tonna rendben lesz? <kül> Igen. Milyen jövő étre, meg miből? Szóval látszik, hogy fogalmam nincs, hogy miről beszélek. A, tehát ha fönn van, így még tarthatom, de már ide ne jöjjön be, tehát ebbe a háromszögbe ne jöjjön be a kezünk. Na és ez a bizonyos, ezt a múltkor elmeséltem, mentem egy céghez, házigazda fogad, ő dönt, hova üljek le, tárgyaló asztal az út, de ez nem asztal volt, csak olyan 70 centis pad. És úgy leültünk, összeért a fejünk meg a térdjünk. És ő mit csinált így? Na most, aki így ül, az nem lehet beszélgetni az ilyen ez ártam a otthon a gázt. Akkor, teszi le, akkor figyel, amikor leteszi. Ha önökkel bármikor bárki mer így leülni, van egy technika, kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a honlaját. Mentelle kapja a kezét. Na most, ha a számítógépnél ül velem szemben a másik a képernyőn, így látom, hogy ő így ül, akkor hiába nézem a honlaját, nem tudja, mit nézek, akkor azt mondani, hogy nincs kiszakadva hogy az inge. Vagy valamit hogy, hogy, ha és a lekapja, csak szoktam mindig mondani. Ami szigorúan tilos, az az evés. Én már online konferencián, ugye sokkal azt mondják, valamelyik eszik, én rászólok. Ez a, mert az ember vagy beszél, vagy eszik. Az, ha én közben telefonba telefonban, kis türelmet lenyelem a falatot. miért vetted föl addig? Tehát vagy eszem, vagy beszélek. Miközben besz, es, eszem és közben beszélek, ezzel tökre megalázom a másikat az evés volt a fontosabb, tehát, ne, tehát így képernyőn pláne nem. Hogyha persze inni lehet, ott van az a, az a vizes pohár, vagy a kávés csésze, valakinek van kedvenc piros elefántos kávés csésze, és ebben csak kávét iszik már egy hete, az időnként nem baj, ha elmossa. azt szoktam mindig mondani. És ugye abban a látómezőben, ahol a gép engem lát, az nem baj, ha az a bögre, vagy az a pohár látszik, a, az még belefér, már a szendvics nem, tehát csak mondom, hogy azért mi az, ami úgy belelátzik. És az ásítás. Na, általában a biológia megnyilvánul a kezelése is. Ez a laza világban, hogy most mindenki laza, olyan elegáns, hogy mindenki rá, tele, televízióban rásüt a másikra, hogy ő most milyen laza. Borzasztóan sértő, mert azt jelenti, hogy unlak. Sok mindentől lehet. Műlevegő, műfény, bármitől lehet, de a jelentése az, hogy unlak. És nem a szájüreg látványos sértő, hanem a tény, hogy ásít. Mert ugye így is látom, vagy így is. Ha valakinek ásítani kell, akkor szokja meg mostantól, hogy lehajtja a fejét, vagy zsebkendő mögé. Tehát mostantól azt mindig titkolni kell. Lássa, élő ember ne lássa, hogy ásítunk, de ez magánéletben is igaz, nem csak hivatalosan. Zsebkendő, meleg leves orfújás. Hát egy jó forró halászlétől az angol királynak is nem most már nem királynőt mondok királynak, neki is megoldvadna a cuc. Ezért protokollban csak száj levest adnak, de hát egy for... húsleves meg forró, jó? És imádom, mikor elkezdik, hogy magyar... Már mindenki látja, mit csinált, mekkora átfújt, milyen a zsebi papír, zsebi tépe, ő sem már, ugye? Én mit csinálok? Előveszem, megtörlöm, aztán nézek, most nem úgy, hogy lehet, hogy megfáztam. Tehát nem vonok bele másokat. A köhögés. Ugye most megint szezonális reklámok vannak a tévében, vagy figyeljék meg, hogy a köhögés reklámban egyikben, másikban már így köhögnek, azt már megköszönöm, de a legtöbben így. így, így takarom a számot, nem ide köhögök bele, hanem így takarom a számot, csak akarnám mondani. És akkor a tűzszögés, szintén ugye hát szeptember vége felé vagyunk, a tűzszögés egyfajta biológiai megnyilvánulás, amiről nem tehetek, az egyszerűen jön. Ki az, aki a biológiát játsza túl, amiről nem tehet? Olyan ember, akire a kutya nem figyel egyébként, mert jelentéktelen semmi kis emberke, de majd most fog. Ez a hapci, 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 mindig hetet tűszentek, Ez a hely magyar ember, hely magyar tűszent, Intelligens ember minél zártabb szája, vagy idős nem akkor a kezünkkel fölkezdünk, és viszonylag zárt a tűszentük. És nem nézek föl, hogy szép volt-e, meg nem, egy elnézést, nem kérek elnézést, mert nem tehetek róla. Minél inkább elnézést, az azt jelenti, hogy láttad, elnézést, üszentettem el, nem kell semmi, kész, magadba tartod. Kívánjuk egészségére. Na az emberiség itt ketté szakadt, egyik fel azt mondja, hogy a, tesz, 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 a levegő kiszaladt, tehát meghaz, az elsővel újjá ez egészségetre kívánja. Az emberiség másik fele, az angol nemzetetési fel azt mondja, hogy mivel biológia, tehát emberi gyengeség, ezért szemem ser ebben, és nem kívánja. Az angolban a bless you az nem az egészséget, hanem az a God bless you, Isten áldjon téged. És azért nem használja a művelt angol, mert a pestis betegség első jele a tüsszögés volt. Tehát pestis járvány, valaki tüsszentett, hát akkor neked annyi kész vége. Tehát van egy ilyen végső búcsú, benne nem. nem. Na, nál, tehát akkor mit csináljunk most? Kívánjuk vagy ne kívánjuk? A helyi szokásokat kell átvennünk, nálunk zömmel kívánjuk. De soha nem ilyen közösség, hogy egészség, nem kell ez maximum két-három emberes, nem kell átkiabban, szomszéd vagy hogy egészség, nem kell. Ez egy pár, hogy a jó vagy, nem jó itt vagy csak az tényleg az egész szűkörnek, tehát nem kell bele kiabálni mindenkinek. Na és akkor online-ról még online konferencia, hogy rengeteg érte, értekezlet, meeting, meeting van. Na hát, amikor az egész pandémia elkezdődött, és jöttek ezek az online meetingek, jöttek ezek a szavak, hogy stream, meg zoom, meg mit tudom én, még fogalmam nem volt. Ha mondom, azért csak meg legalább, hogy ez kb. miről szól, és bejelentkeztem résztvevőnek egy ilyen zoomba, és akkor egy konferenciára, és ugye megjelentünk mindannyian a kis képbe. Na most ilyenkor, hogyha valaki online konferenciába így belelép, vagy gyerek otthonról online on on iskolai tanításba jelentkezik, de kikapcsolom a kamerát, mert gyenge a wifi. Hát, azt kezd be játszani. Tehát ne kapcsolja ki, ha ott van, akkor ott van, akkor látszódnia kell neki. Meg ugye, hogy hogy néz ki. A munkájában se ülök be pizsamába, meg köntösbe, meg kócosan egy konferenciára, vagy egy meetingre, már azt használom, hanem oda is ki kell ahogy néznem. És amit észrevettem, a legaranyosabb hiba, bejelentkeztünk, majd az, 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 aki, tartja, jó napot kívánok, hölgyeim, uraim! Örülök, hogy mindannyian jelen vannak, nem tudom, a napire pontokat mindenki látta-e. És neki bejöttek ilyen buborékba a beköszönő szövegek. És akkor, mivel ő hozzánk beszélt, de vizuális információban ezek ott neki a képernyőn megjelennek, hát annyira új információ, oda, oda kell kapni, de ne kapja oda a fejét. Kapcsolja ki a buborékost, tudják, hogy miről beszélek, ez a hozzászorulásról. Vagy kezelje egy másik kolléga, de ha ő beszél a tömeghez, akkor neki ne, ne, ne kezdje el nézni, hogy ki mit írt. Aki meg bekapcsolódik, az ne kezdje, hogy bocsánat, csak öt percet kis. nem kell. Általában is a késésről a múltkor hang, sokat beszéltem, hogy nem bírom a késést elviselni, késés nincs. Aki késik, az minden más emberi aljasságra is képes, időben kell indulni. Ha ilyen vagyok, én mindig kések, hát ne legyen rá büszke. Én azt nem tudom, meséltem-e, bíróképző akadémia, fönn a hegyen, fenyves minden. És ilyen bírósági gyakornokok, ilyen, hogy hívják ezeket, fogalmazók ültek ott, akik majd bírók lesznek vagy kétszázam, és Pechemre a két napos képzésük másnapján voltam reggel, és szemlátom mást előző este csapatépítés volt. Úgyhogy így ültek, aztán szerencsére hamar fölé lettek, én nem bírok addig amíg nem kezd el mindenki figyelni. Na, és ők mondták, hogy a tanárnő, a bíró úr azt mondta, hogy a bíró késhet, mert a tárgyalás nélküle nem kezdődik meg. Mondtam, pont ezért nem késhet, mert ha a bíró késik, az igazság késik, a jog késik. Tehát minél inkább annál kevésbé késhet el. És a másik pedig, hogyha valaki, van vízmajor, leszakad a híd, beáll a forgalom, elkeveredik itt, tehát ugye Mária Teréze, mindenfel elkevered, van olyan, de akkor szóljon oda, hogy késni fog. Csak úgy, a kontakttelefonszámom nélkül nem indulunk el, oda kell szólni, hogyha ne kés, késni fogunk. A másik pedig, hogyha valaki késve megy be valahova, hogy ide is nagyon kulturáltan csinálták maga, akik késtek, nem kell besz... elnézést, csak a buszon már nem kell, csöndbe üljön le. Kész, ennyi. Vagy ha valakinek hirtelen ki kell menni, mert telefonja volt. de ne, da, na, na. Ki megy, visszajön. Tehát nem kell a többiek figyelmét ne vigyék el. Tehát online-nál is, vagy online konferencián is, ha késve kapcsolódok be, akkor nem kell odaírogatni, hogy bocs, meg integetni, meg ne, ott, akkor kész, van. ennyi volt. Tehát legalább ne, ne verjen nagy habot hozzá. Igen, a visszacsatolásnál, ugyanúgy a élő meetingnél is, nyilván nem közben beszélünk, megjegyzem, még élőszóban a belebeszélést még úgy, ahogy toleráljuk, de ez már gépi hangon, tehát akár médiában, rádióban, tévében, interneten, online konferenciában, a technika miatt összemosódik, hogyha több ember beszél. csak szóval akkor jelezni kell, hogy én akarok beszélni, és akkor ő beszélhet. Egyébként, hogy ő akar beszélni, nemrég voltam egy helyem, ilyen Meglett mérnök, urak ültek ott. Tiszta mosoly. Ilyen mérnök, urak ültek ott. <laughs> És aranyos volt, mert a szervező mondta, hogy arról is beszéljek, már hogy amikor valaki egy ilyen megbeszélésen felszólal, hogy ne trollkodja, ne trollkodja szét, ne beszélje 20 percig arról, hogy a 30-as években ő azt hogy csinálta. Tehát amikor valaki hozzászól online konferencia, vagy akár élőben is, tudnia kell, hogy mit akart mondani. Tehát nem úgy kezdje el, hogy majd egyszer csak eszembe jut, hogy miről akartam beszélni, hanem amit akart, ahogy már mondtam, hogy a fecsegés, meg az antifecsegés, hogy amit a tényt mondja, és akkor arra már figyelnek. Minél több a habja, annál kevésbé figyelnek rá. És ami szintén akarok beszélni, nagyon sokunkat érint ez a közösségi oldalak használata. Ugye hát ez önmel a Facebook, de most rengeteg fajta van már, tehát mert akárhova rá lehet már csatlakozni, meg minden. A következő, hogy ez a fajta, ahogy már mondtam, hogy megnyílik a világ, hogy kinyílunk rá, és akkor beszélgessünk. Amikor a pandémia kitört, akkor az egész Facebook nagyon sok embernek ez adta meg a szelepet, hogy azért még az én még nem haltam meg, mert itt legalább lehet valakivel írásban beszélgetni, tehát valahova tartozom. Nagyon hasznos volt. És én a mai napig is nagyon kedvelem, mert az emberi kapcsolatokat legalább ilyen formában ápolja. Mert ahogy mondtam, hogy már beszélgetni nem tudunk, legalább írásban is, hát te tudod, legalább van itt egy félpökös bátni, hogy ahogy egymásnak úgy írogatunk, hogy mi történt egymás. Tehát, amikor a másikra rákérdezünk, hogy na no, az uhanykabinodat meg, megcsináltad, amikor kiderül, hogy egymásra én azt nagyon szeretem, de viszont nagyon sok hátulütője van. A, hát, hát, hányszor halljuk, hogy közszereplők, ilyen, ilyen média cézárok, meg cézárnők, ilyen Tóth Gabi, meg a kiseltű. nem akikhez én képes sehol nem vagyok, na valljuk be őszintén, tehát az ő ismertségük azért valahol sokkal magasabban van, és akkor panaszkodnak, hogy milyen, milyen kommentek jöttek neki be. Első kérdésem, életem, miért raktál föl olyan képet, amire tudod, hogy mit fog a másik meg, és ezt a politikusoknak is mondanám, hogy legyen egy hivatalos oldala, ahol azt teszi valamit amit hivatalosan az ő politikai hátterével, vagy közszereplőként el akar mondani, és legyen egy magán oldala, ahol a barátaival csipog meg, rak föl képeket. Ez két különböző, különböző és ezt lehessen külön kezelni, erre én találtam ki szerintem a legjobb megoldást, mikor kezdtem a Facebookot valamikor tíz éve, és ugye Facebook izé, és akkor jött ez. Az első nap mindjárt, vagy a második nap egy komment, hogy bocsánat, szó szerint kell mondanom, úgy lesz poém. Ki vagy te, komcsi vén kurva? Ezt írta nekem egy úr, én meg elkezdtem írtóra röhögni, mert engem még, bocsánat, senki nem kurvázott. Sok mindent mondtak rám még, de még ez nem. Meg ugye ebben a élemedett koromban ugye ezt hallom. És e, nagyon sok ilyennel találkozunk, és ha rájöttem arra, hogy ez egy módon lehet kivédeni, és üzenném mindenkinek, akit ez bánt, hogy mit kommentálnak hozzá, az én oldalam zárt oldal. Azt nem láthatja már csak az ismerőseim. És hogy lesz valaki ismerősöm? Ha nekem messengeren ír, hogy szeretnék ismerősöd lenni, mert itt meg itt találkozom, valamit írjon hozzá, és akkor visszajelölöm. Tehát automatikusan nem gyűjtöm, hogy én nekem már 27 ezer ismerősöm van, mert egyrészt nem ismerős, másrészt meg a semmit, a mennyiség itt semmit nem jelent. Tehát én megszűröm a Facebookot azzal, hogy azt látja csak, aki, aki az én ismerősem, és akkor már az ilyeneket simán le lehet állítani. Egyébként azóta is zártam ki egyébként embereket, mióta zárt az oldalam, cigányozás, buzizás, zsidózás, egyszer szólok, és ha netántán még egyszer, akkor meg automatikusan törlöm, kész, le is tiltom. Tehát van, az embernek van egy saját mércéje, hogy az ő közösségi oldalán kvázi mi fér el és mi nem. E, a, és van még egy ennek az egész közösség oldalas kultúrának egy nagyon hátulütője, hogy mindenki mindenkit szinte büntetlenül fölhasznál. Hát hányszor halljuk, hogy szerencsére Jakub csak Gab Gabival valami reumakrémet, vagy mit reklámoztak, meg minden, és az ember ilyenkor csodálkozik, hogy hát, tehát ismert ember a biztos azért. Képzeljék el, két napja, egy Patrick Duval nevű francia férfi fölrakott egy nagyon régi, de nagyon jól néztem ki rajta, szóval még az a képen volt, az én fényképemet, hogy rákos vagyok, segítsetek. És egy barátnőm mondta, hogy képzeljen mert neki szólt valaki, hogy én fönn vagyok, aznak a franc Egyrészt nem is ismerősöm az illető, tehát nem a Facebookról vette a képet, hanem a Google-on sajnos nagyon sok fényképen fönn most ami a Google-on fönn van, fönn van, azt mindenki büntetlenül használhatja. Tehát ez a hátulütő. Itt nem lehet jogi lépéseket tenni. Én ugye a Facebooknál ugyan fő, fő, bejelentettem ezt a fickót, hogy visszaélt a képemmel, és majd jött a válasz, hogy hát ez belefér meg nem tudnak ezzel mit csinálni, hát ez belefér. Tehát eh, tudni kell, hogy ez a net nagyon sokat megnyit, nagyon sok mindent látunk rajta, nagyon sok mindent tanulunk belőle, de igenis visszaüthet. Tehát annak kezelésével legyünk óvatosak, hogy mi az, amit fölakunk, és mi az, amit nem. Mert ami már egyszer fönn van, az már közkincs. Sajnos ezt tudomásról kell venni, úgyhogy én majd várom, hogy melyik társkeresek oldalon jelenik meg legközelebb a fényképen, mert azzal mondjuk, hogy kíváncsi lennék. Eh, tehát eh, Mondom, ez a közösségi oldal nagyon hasznos, nagyon jó tud lenni, csak legyünk észen. És a másik, hogy soha ne pasz, panaszkodjunk. Nincs értelme leírni, hogy ma reggel úgy fájt a hátam, egyszerűen visszaírnám, hogy életem kinek nem. Tehát nem éri meg a panaszkodást, mihelyt az ember elkezd panaszkodni, úgy fáj a fejem, abban a percben megfájdul a feje. Tehát nem érdemes leírni, mert abban erősödik ez a negatív impulzus. Tehát nem érdemes negatívakat közölniunkra. Nyilván vannak olyan esetek, amikor valóban gond van, és tényleg, mit tudom mint mamája sebesült, és vér kell neki, meg irányított véradás. Tehát vannak dolgok, de egyébként meg nem éri meg a közösség odalakon sem panaszkodni, mert minek. Én lassan befejezném, és amit mindig elmondok, és a múltkor is elmondtam, és bárhova hívnak, bármilyen témába hívnak, ezt mindig elmondom a végén, az európaiság és az evés. Hogy láttad te már enni? Azért az emberről mindent elmond, és sajnos egyre rosszabb. Mikor beülök, és ott hát vidékre megyünk, akkor általában megállunk valahol enni valamit, és látom az éttermekben is, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon kopik a mi kultúránk. Szóval a magyar ember itt soha nem evett, legalábbis nem ilyen tömegesen. Egyre mással látom, hogy fő a falatot a villára, letámaszt, és ilyen olajfúró toronszerűen így megy a falat fölé. Én most nem azt mondom, hogy két könyv a hónom alá, ez a világ elmúlt. Fölrakom, fölé de a könyökömet nem teszem le. Még az angol nemesek, hogy a két könyv meg a fejemen a harmadik is, így az már ilyen már nincsen. Régebben talán még volt, de ma már nincs. Fölé de a könyökömet nem tehetem fel, ez a könyök lerakás. Meg a másik, ez is gyakran látom, és étteremben is egyre gyakrabban látom, Velem életben történt meg egy helyszínen a szervező kicsajjal, két CS kicsajjal kellett leülni menni. Ő leült az asztalhoz, és így fölrakta a lábát, az étkező asztalnál így. Hát nem se nagyon értem, hogy a térde ott van az asztalnál, mindegy. Rántott sajt, földarabolta, lehúzta a kést, a villám ez még elmegy, majd a kést gondosan kívülbelül lenyalta, mert le fogja tenni az abroszt, hogy összenepiszkítsa az abroszt, átvette a villát, és így, hogy a dereka nem szakadt ketté. Hát a normál magasságú asztalnál nem rakom föl a lábamat, a térgyem ott van közte. Hát ez, mondom, ez a, ez föléhajlás, ez engem halálosan. Nem is tudom, hogy a magyar ember, mert van egy olyan fényképen, hogy a, egy uh, hokedlén van a három tányér, és a sámlin van a nagyapa, meg a két unoka, a kis sámlín, és esznek. Föléhajolnak, de nincs fönn a könyökük. Hogy ez a könyök lerakás honnan, az egy régi fekete-fehér kép. Hogy még az, az egyszerű ember se te, bukott fölé, hanem megemelem azt a könyök. Tessék unokára gyerekre rászólni, hogy ne, ne, ne nagyj fel a könyökön gyerekem. Csak mondom. Na, eh, kedvesem, egyelőre ennyi fért mába bele, mára bele azzal, hogy maradt még időnk arra, hogy kérdezzenek.